Emlékszel, amikor meditám, ki akartam mászni a kerítésen, hogy én megszökök? Azok a tábori napok, azok nagyon jók voltak. Köszönöm neked. Köszönök mindent. Emlékszel Olivére? Hogy táncolt, milyen komolyan nyomta? Jézus Krisztus, köszönöm neked a lányokat, hogy biztonságban vannak itt. Én kérlek, Úr Jézus, hogy jöjjél el. Mikor este egyedül érzik magukat a lányok, Úr Jézus, jöjjél közel hozzájuk, de jöjjél oda melléjük, és ad nekik békességet és örömet. Úr Jézus, áldjon meg titeket, és ismerjétek meg őt. Áldjon meg titeket az Úr Jézus Krisztus. Amen. Amen. Sziasztok! Bia! Na? Kérhetek rágot? Kérted a dobozt? Köszönöm, most belerakom az egész rágot. Én ságulja. De van. Szabolcs, mikor jön? Hát most majd. Megyek tornázni, utána jön. Ja, értem, akkor te is mész. Aha. Feltétlenül. Szabolcs, egy kicsit tegyen már nekem ebbe bele. De ne egyet! Hát akkor mit mondanak a többiek? De közösen megesztjük. De lássa, hogy maga milyen. Egy kicsit vagy cseréljünk. Most belerakom az összeságomat. Te melyik éneket szereted? Hm? De sokszor úgy érzemek már. Ott mindig olyan, jaj, nem. Mindig olyan csöndben vagy, és tudod, nem tudom megkérdezni tőled. Szoktál, igen, csak mindig nem te mondod. Aha. Azt a zöld, ezt az új zenét tudja. Aha, azt jó. Akkor ezt elénekeljük, jó? Na. Torna bajnokok, nem is tudtam. A lelkem vagyok utána. Lelkem vágyik utána, ott az otthonom, ahol te válsz, az asztal mindig terítve nálam, vándorló életem az a talán. Látom már, amit szemmel lát, új világ tárul fel, kegyelmet formál át. Most azt szeretném kérni, lányok, próbálj meg elképzelni egy helyet, ahol teljesen biztonságban érzed magad. Sziasztok! Ez lehet kint... Hálom a lyukra, heves megyek. Kint valahol a természetben is. Gyöngy. Hogyha van olyan hely, ahol olyan igazán olyan békét érzel magad, a biztonságban érzed magad, vagy lehet valahol valamilyen, akit nagyon szeretsz a családodban. Nem tudom, volt-e már neked olyan, hogy a fűre lefeküdtél így háttal, és nézted a felhőket, ahogy mennek a felhők. Akkor is az ember érdekes, akkor is, én akkor biztonságban érzem magamat. Neked? Nekem nem volt.
így gyerekkorodban, ahol úgy biztonságban érezted magad, nem volt olyan? Ez lehetett a saját szobádban is, vagy egy barátodnál, barátnődnél. Ha oda mentél, akkor biztonságban érezted magadat. Volt ilyen barátod? Nem? Úgy nőttem fel, hogy egy tudatos ateista voltam, úgy kb. 10 éves koromtól, és csatlakoztam egy hippi csoporthoz. Az a nagy élet értelmét elkezdtük keresni. Rengeteget vitatkoztunk, beszélgettünk, olvastunk. Úgyhogy ez egy nagyon boldog időszak volt. És én úgy egy ponton javasoltam a barátaimnak, mit szólnátok hozzá, hogy lemennénk, keresnénk ilyen templomot, hogy beszélgetni, akik kijönnek, hívő emberek, hogy lebeszélni őket, hogy ne fecséreljék egy nem létező Istenre a kitüket, meg a pénzüket, hogy ez hazugság. Úgyhogy el is kezdtünk járni, és rájöttem arra, hogy nem tudok vitatkozni hívő emberekkel, mert nem ismerem a Bibliát, amiből idézgetnek. Úgyhogy akkor, hát én mindent elolvastam, gondoltam ez is a világirodalomnak a része, akkor elolvasom, hogy jobban tudjak vitatkozni. Úgyhogy elkezdtem olvasni az Új Szövetséget. Odaérkeztem a Máté Evangélium 5. részéhez, a hegyi beszédhez, és ott egyszer csak így megszűnt nekem a világ. Éreztem, hogy megérkezik. Így nagyon-nagyon mély békesség és öröm betöltött, és egy teljes bizonyosság, hogy ez igaz. Nyilvánvalóan én nem azért megyek be, hogy én egy adott módszer szerint gyakoroljak valamilyen hatást, hanem abban hiszek, hogy Krisztus az elsősorban, aki nekik segíteni akar, és én ez megadom a lehetőséget. Nyilván én is hozzáteszem azt, amit tudok, tehát az én tudásomat, mindent, amit én tudok, de bízom abban, hogy ott megérzik Isten jelenlétét, és hogy Isten cselekszik bennük. Köszönöm, Eszti! Szomszabbítom.
Hát kint másabb voltam. Ott elég volt egy csúnya nézés, vagy valami, és már mentem neki az embereknek. Csak már utána már eldurdultam, már utána az anyag, már a kattogás, már mikor nem volt, akkor hát gonosz voltam. Másokat behúzgáltam, elvettem a pénzüket. Vettem anyagot, egy kicsit adtam nekik, azt is lefeleztem tőlük, meg én. De néha itt is el tudok kattani, már mikor sok. Ja. Itt, amikor letettem az anyagot, olyan lopról is írtam, mert kint füveztem. És mikor nem szívtam ilyen 2-3 napokig, akkor így kiírtam magamból az érzelmeket, és mikor meg így visszolvastuk, akkor meg ilyen vers, vagyis ilyen versszerűségnek jön. Hát mondjuk ez is, hogy bizalom nélkül nem lehet soha boldog, boldogság nélkül az élet mostoha. Bízál tehát abban, kit a szíved szeret, az életben boldog, hidd el, csak így lehetsz. Meg mást is. Nem csak ilyen. Hát például itten berosszultam az anyagtól, vagyis hát nem úgy írtam le, hogy most, hogy mondjam, volt olyan, amikor rosszul lettem tőlem, hát vagyis egy zene elvitt engemet, és hát valamikor jó volt, valamikor nem is, vagy nem. Forró a véred, lüktet az agyad, fáradhatatlannak érzed magad. Merev az arcod, megfeszül a tested, már csak a basszus érteti a lelked. Egy olyan helyen vagy, ahol mindenki szeret, nem fontos ki vagy, s mi a neved. Hideg verejtékbe fürdik a tested, ilyenkor már az sem érdekel, ha ez lesz a veszted. Rengetegen át basszak is fordultak ellenem. És most irigyek, mert több maradtak lent, lent. Én nem maradok lent. Elszívom a pénzem. Elszívom a pénzem. Elszívom a pénzem. Nyugodtan élek, tesó, minden baj ki ne vetek. Olyan lista lettem, a cigimet is teketetem. Lányok! Dia, csak egy kis ideig tudok itt lenni. Addig maradjatok kint, egy fél órára tudok csak bejönni hozzátok, addig már ne menjetek ki. Hát csak azért, hogy csak egy nagyon picit vagyok itt, akkor ne menjetek már ki addig. Hát csak egy nagyon picikét vagyok itt, Dia. Tegnap előtt a fiam, a Patrik, ő már dolgozik. Az igazi fiam. Kocsival jár haza, és késő este jött haza, nagyon későig dolgoztak, és hazajött, és rögtön mondta, hogy ki kell mennie hányni. És utána elmesélte, hogy az úton egy kocsi föl volt csavarodva a villanyoszlopra, egy teljesen így rám volt így csavarodva, és ott volt két darab, egy férfi, hát derékbe szétszakadva, akkor, ahogy elhajtott mellette, akkor szedte össze a már ilyen, nem is mentő volt, hanem egy másik ilyen speciális kocsi, amiben ilyen zsákba teszik, és úgy viszik el. És tehát nagyon-nagyon megrázta. Hazaérkezett azonnal, hány kellett, és hát ő is ilyen fiatal, mint ti, kicsit idősebb, 22 éves, és az, hogy ilyen fiatalon is bármikor meghalhat az ember. Hát ez az élet, az,
az nagyon törékeny. Kérdezi szerintem, hogy volt-e valamelyik ötöknek halál élmény? Tehát amikor majdnem meghalt. Most nekem eltávol. Tessék? Nekem most. Na, mi történt? Múlt hét pénteken. Na. Hát elmentem eltávra, és hogy mondjam, hát elkéstem a buszomat, és hát régebben ilyen drogos bandában voltam, tetszik tűnik, akik így bíróztak, fereztek, meg ilyenek. És lekéstem a buszomat, hát a 10:40-est, és 1:55-kor ment volna tovább a Szeszedobba. És hát, mint ahogy indultam volna kaját venni, megállított egy lány, meg egy fiú, így a régi haverok, és hát tekertek egy ilyen füvet cigit, egy ilyen bió cigit. Mondták, hogy szívjak velük, mert rég szívtunk, meg ilyenek. Elsőnek elutasítottam, mondtam, hogy nem kell. Utána láttam, hogy nagyon jól érzik magukat, meg ilyenek, és beleszívtam hármat a cigibe. Ottan rosszul lettem, és hát nem csak annyira emlékszem, hogy a mentősök mondták, hogy meghaltam, és hogy újraélesztettek, harmadjára keltem fel. Ez most volt pénteken. Ez jó, hogy ezt a történetet így elmondtad, mert meg kell tanulnotok nemet mondani. Akkor is, hogyha oda jönnek a barátok is ingyen felkínálják. Tehát, hogy meg kell tanulni, hogy felkészültök arra, hogy nemet mondatok, hogyha kimentek innen. Nekem az édesapám, kábítószeres és alkoholista volt, ő egyszerre a gyógyszerre ráimott, ilyen drogokra keverte az alkoholat, és hát azt láttam, hogy édesapám egész nap rosszul érezte magát, nagyon-nagyon rosszul érezte magát, csak akkor, hogyha ivott és beszett akár, akkor érezte kicsit jobban magát. Hát egy olyan rabság a drog, hogy a nap 24 órájában rosszul érzed magad. Csak akkor, amikor sikerül hozzájutni megint egy kis anyaghoz, akkor sikerül egy kicsit jobban érezni magadat. Tehát egy olyan rabszolgasság, egy olyan szolgasság, mint hogyha rád lenne kötözve egy csomó bilincs, és hát, hogy nem szabad belemelkedni a csapdába. Azt mondja a Biblia, hogy nehogy valaminek a rabjává válj. Helyette a Biblia azt mondja, hogy Isten betölt a Szentlélekkel, ami egy olyan mély örömöt tud adni, ami sokkal több, mint amit a drog tud adni. Tehát ezt még valamikor ezt remélem, hogy megtaláljátok. Túl sok, mint hogy van, baby, túl sok. Bármit megtenni, miért tudod? Mondanám, hogy várj, de már nincsen türelmem. Ehhez az egész, ez már most soha többet nem. Ez ugyanolyan, baby, ez most soha többet nem. Pedig még valami oda, de elengedem. Azt fel kell dobnom mindenem, és elfelejtenem. De még mindig nem vagyok képes, hogy nem. Amit itt hagytál nekem, miért várnék? Dia, gyere egy pillanatra. Akartam kérdezni tőled, hogy látom az utóban már több mint egy hónapja, hogy mindig nagyon szomorú vagy. Hogy nincsen az, hogy valaki bánt téged? Vagy mi az, ami miatt olyan szomorú vagy? Meg olyan keveset gondolsz magadról, mindig, hogy azt látom, hogy úgy érzed, hogy neked nem sikerül. Mindig úgy visszahúzódsz, látom, meg úgy keveset gondolsz magadról, és jó adottságaid vannak. Most már így hiszel is, és remélhetőleg nem mész bele majd valami hülyeségbe. És, tehát, hogy lesznek, az életre lesznek jó lehetőségeid, én hiszem, biztos vagyok benne.
Jó? Imádkozom érted. Jó? Imádkozom az Úr Jézus segítsen. Jó? Isten valahogy belülről változtat meg bennünket. Az, ami tényleg megváltoztatja az egész személyiségedet, a lényedet, az először belül kezdődik el a szívedbe, és nem is tudod megmagyarázni. Azt érzed, hogy hú, most valami történt benne, most ez most valahogy bármilyen furcsa egy egyszerű ének, vagy az, hogy beszélt ugyan, de nem arra emlékszem, amit mondott, hanem hogy mennyire igaz volt. Azt érzem, hogy valami elkezd belülről változni bennem. Egyszer csak megérzek valamit, hogy ezentúl én ezt máshogy akarom csinálni. Ti nem tudnátok úgy megváltozni, hogy ide raknék elétek egy törvénykönyvet, és akkor már ezt mind megtanuljátok, hogy hogyan kell viselkedni. Az nem lenne értelme, mert kívülről nem lehet megváltoztatni egy embert. Augusztusban én vezetek egy 200 fős ifjúsági tábort itt a közelben, Vödöllőn, és nagyon-nagyon jó légkör van, nagyon sokféle izgalmas sport is van, nagyon jó emberek vannak. Augusztus 5-től. Még oda van írva, Dagi. Csak elszámozták, mert amúgy már 18 vagyok. 17 éve. Egy évvel mindig öregíted magadat. Megszámoltad már hány sonkád van? Hölgyeim, megjött a Szabolcs. Mondtam. Megjött a Szabolcs, hogy indulunk, jó? Diácska, mi nagyon... Gyertek, lesz vár a Szabolcs! Hány sokkal van Diácska? Diá! Nem megyek! Hogy te csókon? Szia! Az rúzsos lett a szám. Nem, olyan. Mert ez mattos. Ja, értem. Na, fúj, Jenny, a nunitát tudom. Cuccotok minden megvan, úgyhogy mehetünk, polifogok ki vannak, lent a Szabolcs mellett. Tehát most kinek kell oda? Ezt én jövök, és akkor oda nektek, csak megyünk. Induljunk el rá. Dénes a hálózsákok. Lent, Szabolcs már fölvette. Hozzanék. Köszönöm. Nagyon szeretlek titteket. Jó, 5 napra vissza megyünk. Vigyázzatok, ura. He! Hangfelvételt vegyetek fel nekem. Jövök, azt meghallgatom, jó? Csak legyen meg az MP. A Bianca sírt. De sírt. Látszott a szemén. Hozd létre a polifogokat, azok fizik. Ne. Én viszem a nehéz táskát. Én viszem a táskádat, te hozod azokat. Nagyon kedves tőle. Na szóval. Szózat hozzám. Mindegy. Szóval akkor hozzuk ketten. Jó. Úristen, de... Odaértek, az egyik polifómot, azt majd fekvéshez, a izolátor alá tolják. De most így fogunk be? Beszélek. Jó, vagy van. 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 Jó,
Na, sziasztok! Öltöztetek! Hogy fölkészültetek! Én is! Szia, Jenny! Mind a ketten! Tetszik így ez a táj. Szép, igaz? Igen, tényleg. Nagyon tetszik. Igen. Szép. Én nekem is. Magának is hittetünk? Annyira megnyugtat. És tudod, ebbe benne van az, hogy ezt mind Isten teremtette. Ezeket a gyönyörű fákat. Annyira szép minden kis apró részlete. Most még nem annyira látszik. És a városban, ott a sok ház között nem látjuk annyira Istent, hogy milyen Isten. És elfelejtjük, akkor csak ez a sok tégla, az egy mesterséges. Amikor kimegyünk, és bent vagyunk az erdőben, sokkal jobban látjuk, hogy milyen Isten. Benne van Istennek a szépsége. Régebben mi is jártunk apáékkal, volt olyan, amikor lementünk így egy ilyen sátorozni. Na, nagyon jó. És volt úgy, hogy ők pecáztak. Nagyon jó, a Tiszánál? Igen, a Tiszánál. Na, főztek közben Bográcsban. Aha. És arra emlékszem, még kisebb voltam, hogy volt egy nagy hatalmas fűszfa, amiből hintát csináltunk. Igaz, nem lett volna szabad. Összekötöttük a fűszfának a ágait, aha, és abba beleültünk és löptük egymást. Aha. Egyébként jó volt, így tetszik tudni így a család. Jónk 15 évig. Na 15. És mi történt? Hát, hogy mondjam magának. Egyszer, hát úgy kezdődött, hogy apa meg anya már nagyon sokat vitatkoztak, és hát egy balhéjük volt, egy verekedés, de viszont anya már így egy másik férfival megcsalt apát, járt hozzá, vagy csak barátok voltak, én nem tudom, de apa ezt észrevette, és ezért vége lett a kapcsolatuknak. Elsőnek apával voltunk, utána anya magához vett minket, apa elutazott, így elmentünk a albérletbe, meg ilyen helyekre, és ő, hát utána anya belement egy ilyen, tetszik tudni, így az unokatestvéreink, így szív, nagyobb fiúk voltak, és belevitték, kipróbáltatták anyával a füvet. És anya így, hát bejött neki, mindent gitározgattak, bulizgattak, meg ilyenek, és anyának szerintem bejött ez. Utána már egyre többet szívott, így, hát így ráment a családi pótlék, eladott a házból mindent, és és így ránk szállt a gyámhatóság. Igen. Apa visszajött, és ő nem engedett minket, hogy elvigyenek. Utána apa nevelt minket nagyon sokáig. Ő főzött, mosott, takarított, meg hát így volt, és hát nagyon sokat szenvedett egyébként. Nagyon jó ember volt apám. És végül meghalt, és bekerültünk az intézetbe. Aha. Ja. Hú, ez súlyos. Szívinfarktus kapott. Pedig hát fiatal volt még. Igen, 56 éves volt. Uh-huh. És én előttem halt meg. Nem tudtam neki segíteni. Aha. Ez volt így ez a mély pont így az életemben, ami nagyon-nagyon-nagyon megviselt. Él bennem egy árva kislány, a hasamban mélyen belül. Összegörnyedt hintázni már, s vár valakit szüntelenül.
Él bennem egy árva kislány, szívem alatt némán csücsül, s ha valaki nem szól hozzá, úgy érzi, hogy meg semmisül. Édes kicsi árva kislány, hajdan véled nem jól bántak, mikor pici lányka voltál, folyton magadra hagyhattak. Szavaikkal, dühösséggel, s hiányukkal megbántottak. Édes kislány, árva kislány, aki bennem milyen csücsül. Egyszer ez a sok-sok bánat eltűnik, vagy elcsendesül. Ja, kísérni ezt lehet korábban. Mi dolgozáltam volna? A labdát is tekerjük! Itt van nálam a gyógyszereim, itt vannak. Mik a gyógyszereid? Itt az vagy. Tényleg? Tényleg, biztosan nem. Milyen nyugtatóid van? Erős? A dolmai? A dolmai? Ülj, lemondjani, mi van veled. Nem tudod aludni, vagy? Nem, idegességet. Idegességre. És most ideges vagy? Szerintetek tudják, hogy honnan jöttünk? Nem tudom. Hogy honnan jöttünk? Hello. Bemutatkozok, Olivier vagyok. Dia. Olivier vagyok. Olivier. Mi a helyzet? Mit csináltok? Hát mostan kijöttünk egy kicsit. Hát cigizünk is. Cigizünk. Honnan jöttetek? Rákospalotáról. Együtt laktok, vagy hogy jöttetek ide? Hát tesók ilyen... vagytok? Nem, hanem ilyen intézményben vagyunk. Milyen intézetben? Ilyen, hát a 15. kerületben, ilyen javító intézetben. Ilyen rosszak voltatok? Ja. Mit csináltatok? Hát te én... miért kerültél be? Én verekedés. Kit vertél meg, és miért? Hát, hogy mondjam neked, nagyon hosszú egyébként, de apa mióta meghalt, érted, ilyen agresszív voltam, és bekerültünk az intézetbe, van két öcsém egyébként, és hát elég volt egy rossz nézés, vagy hogyha nekik beszóltak, hogy valami az nekem fájt, és akkor mentem. Akkor 10-es skálán hányas értékelnétek a bentlétet? Hogy így az egész? Hát én hogy mondjam neked, én egyébként örülök, hogy így bekerültem, mert tényleg nagyon el voltam fajulva, és nagyon sok hülyeséget megcsináltam. Akkor de jó, viszont... hogy ezt átláttad, és nem, hogy jaj, ma megint betettek be, az meg igen, ilyesmi. Nem. Jó, én örülök neki, mert segített megváltozni, és megismertem az urat. Ámen. És te? Olyan vagy, mint Erián megrendelmú, úgy nevetsz is. És te? Nem tudom. Mit nem tudsz? Hogy nem tudod milyen bent? Akkor első esteben voltatok, sírtatok? A legelsőnek. És hát én igen. Te sírtál? Hát nekem másabb volt a helyzetem. Én drogoztam, vagyis szívtam ezt a biófüvet, meg ilyenek, és... Bió a legrosszabb, jaj. Igen. És hát le is akartam tenni, de hát nem sikerült így magamtól, de viszont ez segített rajtam. Hát figyelj, nem véletlenül vagytok itt. Az úr nem csinál semmit véletlenül. Lehet, hogy pont teket akart most, hogy gyertek. Ez a tábor lehetőséget ad arra, hogy mindentől megszabaduljatok, minden fájdalomtól, minden sebtől,
mindentől, tényleg, és egyszerűen úgy fogod magad érezni, mint hogyha repülnél. És nem véletlenül vagytok itt, higgyétek el. Nem arról van szó, hogy ez a tábor, hanem mert annyira jó a hangulat, a közösség, hogy na, értitek. Azt mondja Istennek az igéje, hogy ha megéled azt, amire Isten téged elhívott, akkor az egy harc lesz, és akkor hős leszel. Mindenki hős, aki megéri, megvalósítja azt, amire Isten őt elhívta. Mindegy, hogy honnan jössz. Jászberényből, Szolnokról, Csepelről, Agárról, Rákospalotáról, Budafokról, akárhonnan jössz. Ha megéled azt, ami Istennek az elhívása az életedre, az egy kemény arc lesz, és győztes leszel. Mindegy, hogy mi van mögötted. Isten eltörli azt, ami a hátad mögött van. És új életet ad neked. Olyan érzések voltak benne, amikor legelsőnek megjöttünk, minthogyha mert hogy barna bőrű vagyok, és hogy nem akarnak úgy elfogadni meg, hogy másabb, máshogy néznek rám, mert tudják, hogy honnan jöttem meg ilyenek. De viszont nagyon nem jól gondoltam, csak annyi volt, hogy nyitnom kellett egy kicsit beszélgetnem, és nagyon félre láttam a dolgot, mert egyáltalán nem úgy volt. Hát nagyon jó sok embert megismertem, és amikor bemegyünk abba a terembe, mikor dicsőítenek, és elkezdenek Istenről beszélni, akkor mindig érzem a jelenlétét, és olyan érzések jönnek belém, mint például, hát eddig is voltak ilyen megérzéseim, de viszont most sokkal erősebb ilyen. Van, amikor ilyen melegség fut át rajtam, vagy a szívem így hűl kifelé, vagy hogy mondjam, ilyen érzéseket kapok, és szerintem én hiszek benne.
van-e itt olyan, aki már akár ezek alatt az idők alatt, amit itt töltött, úgy gondolkozik, hogy szeretné elfogadni ezt a Jézust Urának és megváltójának, és szeretne Jézussal egy új életet kezdeni. Van itt ilyen, akiben ez a döntés megvan, mert akkor szívesen imádkozom érte. Van itt ilyen, aki Jézussal, szuper. Figyelj, csak egy imádságot el tudnál velem mondani? Jó? Én mondom előre, és te utána mondod, jó? Jó. Oké. Úr Jézus! Úr Jézus! Megnyitom a szívemet előtted. Megnyitom a szívemet előtted. Befogadlak téged, mint Uramat. Befogadlak téged, mint Uramat. És befogadlak téged, mint megváltómat. És befogadlak téged, mint megváltómat. Kérlek, bocsásd meg az én bűneimet. Kérlek, bocsásd meg az én bűneimet. Elfordulok azoktól. Elfordulok azoktól. És teljes szívemmel. És teljes szívemmel. Odafordulok te hozzád. Odafordulok te hozzád. Kérlek, változtass meg engem. Kérlek, változtass meg engem. És tegyél engem olyanná. És tegyél engem olyanná. Amilyennek látni akarsz. Amilyennek látni akarsz. Köszönöm, hogy elfogadtál. Köszönöm, hogy elfogadtál. Bejöttél a szívembe. Bejöttél a szívembe. És én a mai naptól kezdve. És én a mai naptól kezdve Isten gyermeke vagyok. Isten gyermeke vagyok. És az is maradok. És az is maradok. Amen. 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 Egyéni táborokban mindig volt lehetőség arra, hogy az köztetek, aki oda eljutott az életében, hogy tudod, hogy az Úr Jézus Krisztust befogadtad a szívedbe, és hogy szeretnéd az életedet az ő halálába és az ő feltámadásába helyezni. Tehát erre lesz lehetőség. Ma este és holnap reggel lehet erre jelentkezni. Már van jelentkezőnk. Tehát nem leszel egyedül. Tavaly 17-en jelentkeztek be, és úgy látjuk, hogy minden szempontból rendben van, akkor nincsen akadálya annak, hogy te is részt vehessél. Egyébként így gondolkoztam ezen, de nem tudtam, hogy ez lenne az a neve, hogy bemerítkezés. Ahogy így hallottam róla, mondták, hogy újjászületünk meg ilyenek, és én újra szeretném kezdeni az egész. Hát jó, lehet, nem tudom, meg a múlt, ez ott lesz mindig, de már nem szeretnék hátra nézni, hanem mindig csak előre és a jelenbe lenni, nem a múltba. Mert nagyon sokáig a múltban voltam, és mindig csak az volt bennem, hogy én vagyok a hibás, nem úgy kellett volna csinálnom, meg sok mindenért magamat hibáztattam. Nagyon sok bűncselekményt megcsináltam, de már ezt le szeretném tenni, és azt is, hogy már nem drogozok többet, nem nyúlok hozzá, nem szeretném az ilyen dolgaimat csinálni már. Tényleg nem szeretném már a régi életemet élni. Elég volt. Thank you.
hiszi azt, hogy Jézus Krisztus meghalt az Edi bűneiért? Igen! Minden, amit eddig elkövettél, kereszten van. Ezért én most bemerítelek téged az Atya, a Fiú és a Szent Szellem nevében. Jézus Krisztusban! Légy szabad! Szeretném, ha kinyújtanátok a kezeteket! Hiszed-e, Dia, hogy az Úr Jézus Krisztusnak egy terve van az életeddel? Igen. Hiszed-e azt, hogy meghalt érted? Igen. Hiszed-e azt, hogy megbocsátotta a bűneidet? Igen. És hiszed-e azt, Dia, hogy az Úr Jézus Krisztus sebeiben meggyógyulsz? Igen. Mindamból, amit te ellened vétkeztek, az Úr Jézusnak a sebeiben gyógyulj meg. Az Úr Jézus van te veled, Dia. Ahova mész, az Úr Jézus lesz te veled. Azért, hogy áldás legyél, aki gyógyítasz másokat. Krisztussal együtt meg lettél feszítve, és nem élsz többé, hanem Krisztus érte benned. Ezért az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében bemerítelek Jézus Krisztusba. Amen.
időnként az ember valahogy eljut oda, hogy szemléli Istent. Akkor valami olyat lehet meglátni Istenből, ami addig csak szavak voltak. Az egész megtelik tartalommal, sokkal többé válik, mint szavak. Hogy az, ami ő benne van, azt arra az ember ráérez. Arra, ahogyan ő tekint rám, és ahogy ő tekint az emberekre. Ebből fakad számomra az, ahogy Krisztus tekint ezekre, például ezekre a lányokra. Hogy az ő számára értékesek ezek az emberek. Nagyon-nagyon értékesek az ő számára. Egész más lát bennük, látja bennük a lehetőséget, ami belülük lehet. És az, hogy látja azt, ami a lelkük mélyen van, azokat a vágyakat, azokat a fájdalmakat, hogy ezt hogyha ezt átérzem, hogy ő hogyan látja, és tudok ezzel azonosulni, akkor egyszer csak rádöbbennek, hogy sokkal több a kereszténység, mint az alkalmak, meg az, hogy mi mit nem csinálunk, meg egy kicsit különbek vagyunk. És ehelyett bejön egy új motiváció. Olyan módon találkozok Istennel, ahogy nem találkozok a Bibliában, és nem találkozom az imádságban. Hallottátok, hogy milyen táborban volt a dia? Igen, nagyon jó volt, amikor visszajött. Hát ez az igazság. Diával még más is történt a táborban. Merítkezettre mondta. Igen, hogy kérte, hogy szeretne. És erre nektek is nagyon szükségetek van. Belementem. Hogy az, ami a hátad mögött van, hogy azt véglegesen lezárjad. Akkor tudsz kezdeni egy újat. Azt, ami mögötted van, azt elmossa Isten. És igen, csúnyával lefestve. Lehet, hogy a szánt járt meg rajta még egyszer, de kurva gáz, mert átjut a kék helyenként. Hát sajnálom, Balnéni, elmondom én, hogyha bemegy a Jenny-nek a szobájába, felnéz a rakét. Semmi nem jó. Miért nem csináltak meg akkor magunk? No. Igen, de már bánom, hogy nem én volt, amit már nagyon bánom. Hát nem. Miért festünk ez az át? Mi voltak a takarófóliák? Mert ráhagyta a Danibá, meg a Danibá is amúgy is, ő sem mondta azt, hogy le kell takarni, ő csak a földbe lerakta a nájlont, és annyi volt. Tudálkozom, hogy a körömpélet. Jó, én most a szobát megcsinálom, de többet már én nem. Mindenki csak a saját szobáját fogja. Hát jó, de én utána már én semmit nem fogok csinálni. Rendben, megbeszéltük. Tényleg. És holnaptól a konyhára sem megyek. Tényleg, hát most hiába nem érdekel. Semmit nem fogok már csinálni. Hát nem, és nagyon rossz leszek. Miért lennél már? Hát azért. Akkor én is legyek rossz? Hát legyen. Na, akkor megbeszéljük. Rosszak leszünk. Mint kimenjünk, úgy el fogok szaladni. Hova szaladnál? Arra lefel, azt átmászok a kerítésen. Na, most mehet, nyitom az arra. Na, nyissa ki. Na, elszaladjak! Letelefonáltam, hogy engedjenek ki, úgyhogy mehetsz. Nor, Mikibá is kiengedik. Na, szuper, hello. Menjek? Talizunk. Oké, a kerítés. Hogy is visszahoz a rendőrség, rendben? Hát akkor dobjon le egy cipőt. Nehogy dobom, hát így ment, én lehet.
Hát mennyi, mennyi? Mezítláb. Mezítláb. Akkor dobjam már le egy papucsot. Te hogy dobok? Tényleg elszaladom. Hát mennyi? Bá, néni, dob nekem le egy cipőt. Jó van. Leó iskolába jártál még rendesen? Nem ezt szokták mondani. Mondták, a Belnénivel beszéltek a nevelők. A nevelők, ottan, aki veletek dolgozott, nem nagyon szoktál bemenni. Ne csináld, mennyi ebbe tanuljál. Jó. De tényleg? Nagyon szeretlek. A nevelőkre hallgass el, és ne csináljál semmi hülyeséget. Meg ne igyál. De tényleg, meg menjél be az iskolába, tanuljál. Nagyon-nagyon szeretlek, vigyázzál magadra, ne csináljál semmi hülyeséget, jó? Én se csinálok. Szeretlek. Szia. Nehéz dolog bemenni. Nagyon sok helyen egyáltalán nem várnak, vagy nagyon-nagyon rossz a helyzet. Vannak olyan csoportok, ahol nagyon várnak a lányok, és azonnal kiabálnak, hogy itt a Szabolcs, és leülnek, és alig várják, hogy beszélgessünk. De van több, ahol azonnal elkezdenek cikizni, kikezdenek velem, egyáltalán nem akarnak foglalkozni. Tehát vannak nagyon fájdalmas helyek, nagyon nehéz helyek, és vannak, ahol nagyon vonzó. És akkor a legtöbb csoportban úgy szép nyugodtan, ahogy vagyok, úgy várok és imádkozom, és csak úgy szép csöndben, hogy beszélgetek velük, énekelünk egy-két éneket, stb. És akkor lassanként nagyon-nagyon megnyugszanak, és elkezdenek komolyan érdeklődni, és kialakul valami komolyabb beszélgetés. Legtöbb helyen ezt élem át, és van olyan hely, ahonnan eljövök egy kudarc élménnyel. Hát ez az ára. Na, mehet? Mi? Énekeljünk. Na, kezdjétek el! Sokszor úgy érzem összeroskodom. Nem lesznek jó és szép napok. Nem süt rám a napsugár. Nem lesz több vétél se nyár. Nekem terőben egyedül vagyok. Éjszakán úgy éppen megfolyt a magány. Tényleg bepisílek. Tényleg be fogok pisilni. És? Amúgy láttam, hogy mit rajzoltál. Nem! Basznál? Basszunk! Mi? Ez volt a sorakban? Indul a mandula.
Jó. Letró. Össze vagyok nagyon zavarodva. Én nem is fejtem erre, vagy nem is hittem ezt el. Én nem azt izélem, hogy csak olyan szeretetet nyújt felém, vagy én nem tudom, nem eleve szeretem. Ja, és nem tudok az érzéseimet parancsolni. Hiába azt mondom, hogy nem, mert Istennél lesz bűn, meg hogy ilyenek. Ezekkel én tisztában vagyok, de viszont mégsem. Nem megy. Bemutatom az új szobámat, mindjárt néznek, hogy néz ki. Kicsit szagos, de nem sokára jó ötlet lesz. Jövök át idő. Mert nagyon sok, már nem bírom. Aki képzés, nincs árma? Nincs árma. Mi mindig nincs? Nincs. Sincs. Mondom, hogy négy. Három. Négy ágy van. Mondod három. Mondom, hogy négy. Na, miben fogadj? Komoly kettőben, hogyha megveszed nekem a jó. Már, hogy tudom, ha beszélek, és a Barnén egyből veszem meg. Jó, három. De ha négy ágy van, Eszti, tudod, mit csinálsz? Nekem nem kepik el. Megcsinálsz, vagy 20 felülést, meg 20 guggolást. Vágd el ezt, vágd el. Vagyis tudod, meg veszel hozzá nekem egy nyalókát. Na, gyere, nézzük meg. Három, Lati! Hány ágy van, Évi? Itt a lányoknál különösen látszik, hogy aki úgy nőtt föl, hogy azóta természetes, hogy lop, akkor van ennivalója. A hazugság az teljesen természetes, tehát az nem, egymástól se gondolják, hogy a másik igazat mond, mert mindenki tudja, hogy hazudik. Tehát aki nagyon nagy mélységből jön, és találkozik Istennel, annak végig kell járni az útját. Akkor is, hogyha egy óriási érintést kapott először Istentől, de bizonyos dolgokban csak lassan fogja tudni felépíteni magában, és hogy ezt meg kell engedni. Itt a lányoknál is ezt látom, hogy lassanként hat rájuk, amit Isten ad, de aztán utána fel kell dolgozni a reng, és meg kell tanulnia, és ehhez idő kell, és ez pont egyébként a javítóintézet időt ad. Kérünk téged, Úr Jézus, hogy erősítsd meg diát, és kérek hozzad ki ebből a megfázásból. Erősítsed meg diát, áldjon meg az Úr Jézus. És áldjon meg az Úr Jézus, amikor segítesz a társaidnak. Áldjon meg az Úr Jézus, adjon neked hozzá jó, szép szavakat, bölcsességet, és tényleg tudjál segíteni a többieknek, hogy megtalálják ők is szabadulást, az Úr Jézust. Amen. Köszönöm szépen. Te mi ez? A kisfiú életére. A kisfiú életére. Úristen, hát nem átkozom. De mi ez? Mi anya? A kisfiú életére, nem. De mi ez? De torkon, jó van. De szappanos? Nem, ő mentelős. De mi mondod? De mi ez? De mi ez? Na már. Tehát nem átkozom el. Jó? Nem jó? Ez milyen? Kóstold már meg. Na akkor figyelj, de utána milyen íze van. De nem is ment le. Na figyelj. Ha jó? Igen. Aderbeirel. Vissza, Kane. Egy nagy lövés. Nem stégen.
ezúttal már biztos, hogy nem marad kapura lövés nélkül. Harry Kane. Néha mások az emberekből. Tudod, nincsen olyan, jó, lehet adják a komolyat, meg minden, de nincs egy olyan, akivel normálisan el tudnak beszélgetni, mert mindig csak a hülyeség, meg jó, mert meghallgatom őket, érted, de viszont már nem jó már ez nekem, már nem, kicsit komolyabb szeretnék lenni, nem az, hogy mindig csak a hülyeségen jár a fejem, nem vagyok úgy annyira, már nem. Úgy vagyok, mint a például a táborban, meg ilyenek. Valamilyen szinten elhagytam egy kicsit. Nem vele vagyok együtt, vagy nem. Jó, nem azt mondom, hogy ő hagyott el, hanem én nem kizélek már úgy hozzá. És lehet ezért van ez a sok minden, vagy nem tudom. Nagyon össze vagyok zavarodva. Én úgy látom, hogy a kitartóan végzett munka, hogy annak van eredménye. Ez egy ilyen bizonyosság, amit tapasztalok. Tehát, hogy nem engedem, hogy az befolyásoljon, nem az öröm. Tehát, hogy van öröm, vagy nincsen öröm. Hanem így csinálom, és bízok benne, hogy van értelme, van eredménye. Van olyan, akit ugye súlyos kábítószeres állapotba hoznak be, meg van gyötörve, mert bántalmazták. Hosszú ideig csak ül a földön, miközben én ottan beszélgetek a többiekkel, aztán utána fölül az asztalhoz, aztán elkéri az papírt, hogy ő is lássa a szövegét az éneknek, aztán egyszer csak azt látom, hogy énekel, és hogy egyszer csak úgy érzem, hogy felkínálom neki, hogy szeretnéne beszélgetni, hogy ezt végigvárni nem lehet siettetni. Azt látom, hogy a huzamosabb ideig vannak ebben a jelenlétben, akkor az hat rájuk, és képesek változni. Az megtörtént. Akkor is, ha többet kellett rá várni. Erre lesz ma szó, hogy te veled is, aminek meg kell történni, meg fog veled történni. Ki fogsz innen szabadulni egyszer. Egyszer meg fogod találni a társadat. Valamikor elérkezel oda, csak mindig lassabban történik, mint ahogy mi szeretnénk. Hát a félelmem az, hogy amikor kiszabadul, akkor nagyon gyorsan valamilyen rossz környezetnek a befolyása alá kerül, és visszarántja ugyanabba,
és állandósul, tehát már hozzászokik ahhoz, hogy ő egy ilyen ember, a szabad szexualitás következtében szüli a gyerekeket, azok mennek az állami gondozásba, és bekerülnek ugyanebbe az életformába. Tehát ez a film, tehát hogy megállítani ezt. Azok a tábori napok, azok nagyon jók voltak. Köszönök mindent. Köszönöm neked. Eleinte, ahogy mondtam, azt hittem, hogy elítélnek. Hogy tudod, hogy barna bőrűek vagyunk meg ilyenek, de nem. Az volt nekem benne a legnagyobb, hogy elfogadtam. És amikor bemerítkeztem, láttam azt, hogy mennyi ember sírt, még olyanok is, akiket nem is láttam a táboron, csak akkor, amikor sírt. Lehet, hogy Isten meg fog engem eddigni, mert elszaladtam a büntetésem előtt, de tudom, hogy mellettem van, és vezet engemet az Úr, mert a szívemben ért. Nem felejtettem még el. Az Úr a lélek, ugyanúgy.